Dr. Hársányi Ágnes kérdésére dr. Várszegi Dalma válaszol. Napozás vagy szolárium ebben a jó időben? Remélhetőleg a hófehérke előbb-utóbb valóban divatba jön, mert tulajdonképpen mind a nap, mind a szolárium is ezért a bőrünk számára káros. Egyrészt a napozás miatt a fölégés, szoláriumban nem égünk föl, csak megbarnulunk, azonban DNS károsodás alakulhat ki, illetve rugalmas rost károsodás, és ezáltal korábban öregszik a bőrünk. De ha már mindenképpen szép barnák akarunk lenni, és nincsen igazán időnk arra, hogy fokozatosan tudjunk barnulni a napon, esetleg tengerparti nyaralásra készülünk, és még nagyon fehérek vagyunk, hozzászoktató terápia céljából, hogy ne legyen hirtelen ez a fölégés, esetleg a szoláriumot lehet, de leginkább hetente egy alkalommal. Kinek adná tovább a stafétabotot? Hát azt hiszem a városi főépítészhez tartoznak ezek a problémák. Évek óta bosszankodom a Hungária úton, a parkoló autók a villanyrendőrnél gyakorlatilag folyamatosan lefoglalják a lámpához vezető utat, és ha piros lámpa van és sok autó áll ott, tulajdonképpen baleset veszélyes ott állni. Másrészt pedig az épületek is eléggé összevisszaságban kezdenek felújításra kerülni. Nem tudom, mi értelme van ezeket meghagyni és a régieket felújítani, mert eléggé nem egy stílusban vannak, vagy összhangban vannak egymással.